az elvállás művészete. Menjek vagy maradjak? A válasz azonnal nyilvánvalóvá válik, ha tudunk és akarunk is következetesen gondolkodni. Meg kell értenünk, hogy a világ saját tudatunk tükre, és a nehézségek újabb és újabb jelmezben mindaddig szembe jönnek velünk, amíg meg nem oldjuk őket. Ha sikerül erre ráeszmélnünk, akkor megvan az út és a cél. Amíg nem távolítjuk el a zavar forrását önmagunkban, addig egy vállással lecserélhetjük ugyan a másik arcát, de a sajátunk ugyanaz marad, így aztán az új kapcsolatban is hasonló gondokkal fogunk küszködni. Ez alól csak azok a bizonyos nagy szerelmek képeznek kivételt, amelyek olyan erősek, hogy egyszerűen nem hagynak választási lehetőséget. Természetesen reménykedhetünk, hogy belső gyengeségeink az új, izgalmas környezetben egy ideig rejtve maradnak, vagy kezelhetőbbé válnak, ám a béke nem lesz tartós. Ha hiányzik valami fejlődésünk folyamatából, az mindaddig az orrunk előtt marad, amíg nem kezdjük kezelni és megoldani a mögött álló problémákat. Ebből az következik, hogy csak akkor lehet jól kijönni egy helyzetből, ha azt valóban magunk mögött tudjuk hagyni. Amikor már sokat romlott a stílusunk, nincs kilátás további fejlődésre. Ha az anyós hozzánk akar költözni, vagy ha megszégyenültünk, mert sokszor hangos és kínos veszekedésekbe bonyolódtunk mások előtt, akkor talán jobb egy ideig egyedül, vagy egy másik partnerrel élni. Csak az időnket vesztegetjük együtt, ha alapvető dolgokban különbözik a véleményünk, vagy ha mindenért meg kell küzdenünk egymással. A hatalmi harcok beszűkítik a teret és korlátozzák a szabadságunkat. A mi lefokozódik, és te vagy én lesz belőle. Ilyenkor kinek van igaza? Ki dönt, és hogyan? Kinek a vágyai fontosabbak? Minden helyzet arról fog szólni, hogy vesztesként vagy nyertesként kerülünk-e ki belőle. Ha nem akarunk többé a másik szemébe nézni, és csak a hibáit látjuk, akkor hosszú távon már nincs mire építeni. Ha már nem akarjuk ugyanazt a fogkefét használni, nincs többé esély a fejlődésre. Ha egy új szerelem miatt akarunk kilépni egy lecsengő kapcsolatból, lehetőleg keressünk egy utódot magunk helyett, hogy senki ne maradjon egyedül. Remélhetőleg valamelyik barátunknak tetszik a volt partnerünk. Mindig az legyen a célunk, hogy senki ne maradjon vesztes. Ha ez sikerül, akkor valóban felelősséget vállaltunk a másik boldogságáért. Mindezen túl, ha új társunk képes felismerni, hogy hálával tartozik elődjének és tiszteletben tartja őt, akkor kevés régi terhet fogunk magunkkal cipelni az új kapcsolatba, s így egészen jó kilátásokkal indulunk. Amennyiben közös gyerekünk van, gondoskodni kell arról, hogy mindkét szülő szeretetét érezze, és lássa, hogy egyiküket sem veszíti el, csupán az egymáshoz való viszonyuk alakult át. Egy bizonyos korban a gyerekek hajlamosak arra, hogy magukban keressék a hibát, ezért gyakran egyértelműen tudatukra kell adni, hogy a vállások a nem bennük, hanem a szülőkben keresendő. Fontos, hogy ne legyen rossz a szülők lelkiismerete abban az esetben, ha a gyerekekről megfelelően gondoskodnak, de azok mégis szenvednek a vállástól, hiszen ezt inkább a gyerekek saját merevel képzelései vagy karmája okozza. Nagyon kellemetlen tud lenni, amikor olyan emberek bántják egymást, akik korábban sok éjszakát és közelséget osztottak meg a másikkal. Noha előzőleg odaadóan és bőkezően ajándékozták a boldogságot, ilyenkor több szinten is lezárják magukban az emberi érzékenység megnyilvánulásait. Ha úgy válunk szét, hogy rosszat kívánunk egymásnak, akkor befagyasztjuk mindazt a tapasztalatot, amelyet párkapcsolatunk alatt szereztünk. A tudat nem szívesen nyúl vissza olyan tudáshoz és felismerésekhez, amelyeket áthat a harag. A párkapcsolatban nehezen megszerzett bölcsesség csak akkor jelenik meg, ha továbbra is kellőképpen értékeljük egymást. Ha nem tanultuk meg, hogyan kell rendesen bánni egymással, akkor a következő kapcsolatban sok mindent újra kell ismételni, hiszen a kívül tapasztalt zavarok valójában belülről fakadnak, nekünk pedig nem sikerült megoldani őket. Hosszú távon sokat segít, ha magunk mögött hagyjuk érzelmi sérüléseinket, és igyekszünk jó viszonyt kialakítani régi társunkkal. Így módon minden, amit tanultunk, tudatos marad, és nyitva áll az út az új kapcsolatok felé. Kezdetben ez nem lesz könnyű, hiszen egy szakítás után sokféle érzelmi kötődés jelenik meg váratlanul. Az elvállás miatt érzett fájdalom és a félelem, hogy valamit elhibáztunk, megzavar minket, és elbizonytalanodunk abban, hogy helyesen döntöttünk-e. Hasznos mindezt észben tartani, amikor a ragaszkodás, féltékenység, harag, ellenszenv és büszkeség hullámai pajkosan játszadozva váltogatják egymást. Ha ilyenkor nem megyünk bele az érzelmek játékába, nem sértődünk meg, és inkább ráharapunk a nyelvünkre, mintsem hogy megbántsuk a másikat, akkor minden lehetőség megvan arra, hogy a régi szerelemből mély barátság szülessen. A volt feleség egy testvér, anya vagy lánygyermek, a volt férj pedig egy báty, apa vagy fiúgyermek szerepét veheti fel. Megéri a fáradtságot, hiszen kit ismernénk jobban, mint a volt társunkat, akivel annyi szép dolgot megosztottunk. Igen kiózanító az a felismerés, hogy az öröm nélkül elfecsérelt éveket nem kapjuk vissza. Az emberi kapcsolatok terén szerzett kudarcok pedig egyébként is igen kellemetlenek. Ezért ajánlatos kezdettől fogva sok mindent sikeresnek elkönyvelni a párkapcsolatunkban. Mindkét fél rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy életét jelentőség teljesnek tartsa. Ez megkönnyíti a tanulást. Aki a kellemetlen dolgokat tanulságosnak, a szépeket pedig ajándéknak tekinti, az mindig csak nyerhet. Ha éretten kezeljük a közös tapasztalatokat, akkor a vállás már nem vállás többé, hanem inkább az érintkezés súlypontjának áthelyezése. Ami közös életünk gyakorlati megszüntetését illeti, ebben vita esetén észszerűbb társadalmunk évszázadok alatt felhalmozott, praktikus bölcsességére építeni. Egészségesebb egy jogszabályra vagy a bíróra haragudni, mint volt társunkra. Hagyjuk az érzelmeket koptató ügyeket a jogászokra. A bölcsember megbocsát, és bármennyire igazságtalannak is érzi a bánásmódot, minden jót kíván, és lezárja a dolgokat. Ne cipeljük tovább magunkkal a kapcsolatot, hiszen már véget ért. Így nem csak ebben az életben, hanem az elkövetkezőkben is elkerülhetjük, hogy visszaköszönjön egy kellemetlen arc. Ha nem tudunk megbocsátani és megmarad a harag, akkor ez újból és újból össze fog hozni minket, akkor is, ha ez mindkettőnk számára sok szenvedéssel jár. Az élet úgy is eleget bünteti a nehéz embereket, ezért okosabb, ha rossz érzések nélkül sok jó kívánságot teszünk, és elbúcsúzunk tőlük. Ha tényleges összeférhetetlenség miatt szakítunk, annak jó oldalai is vannak. Gyakran megkönnyebbülünk és szabadnak érezzük magunkat, különösen akkor, ha újra örömteli társaságban tölthetjük éjszakáinkat, vagy ha sikerült megfelelő stílusban lebonyolítani a szakítást. A zenében és az irodalomban szeretik túl dramatizálni a szakítás utáni időszakot, de előbb vagy utóbb az élet megy tovább. És elkezdődik valami új. De miért ilyen fájdalmas a szakítás? A tér gyakran távolságot jelent számunkra, amely elválaszt egymástól és közénk áll. Így az elvárás tényleg kellemetlennek tűnik, mert az emberek között a semmi marad. A buddhisták azonban a teret tartalmazónak látják. Képzeljük el, hogy minden irányba képesek vagyunk látni. Ekkor természetes módon mindig több tér lesz mögöttünk, mint közöttünk és egy másik dolog között. Körülöttünk a tér fényéveken át minden irányba végtelenül kitágul. Ha nem csupán a két ember közötti távolságot tapasztaljuk, hanem a határtalanságot is, amely minden lényt körülvesz, akkor nem létezik tényleges elválasztás. A tér tartalmaz mindent, mi mindketten benne vagyunk, összeköt bennünket, ráadásul, Tudást is rejt magában.